Jön a harmadik, negyedik hely szempontjából nagyon-nagyon fontos mérkőzés a labdarúgó OTP Bankligában. Na, Haladás a Vasas együttesét fogadja. Ami a Vasas összeállítását illeti, a múlt heti elég súlyos paksalni vereséget követően 4 helyen történt változás a csapatban. Bekerült a védelembe Burmeister, előrébb Vida, legelőbb pedig Kulcsár és Gál is bizonyíthat Michael Önningnek. Ők a múlt héten nem voltak ott a kezdő csapatban. A hazaiaknál is történtek változások, ott is egy vereséget követően. Mészáros, Halmos és Williams is kikerült, így aztán kimondott kifejezett csatár nincs Mésző Géza együttesében. Polgár, az eltiltásból visszajövő Iszlai és Tóth bekerült a csapatba. Kocsmár. Sokkal többet van most a labda a Vasasnál. Kleisz teszi be középre. Kulcsár. Elesik, és 11-es. Egy teljesen ártalmatlan szituációban Kulcsár konkrétan kifelé cselezte magát a 16-oson kívülre. Ehhez képest kiharcol egy büntetőt. Ez óriási pek Bosnyáktól, meg felelőtlen dolog is. Egyértelmű 11-es. Király Gábor. Sokunknak talán az első emléke róla az, amikor kivédi Polster 11-esét. Nézzük ezt, ki tudja-e? Ki? Óriási bravúr, Berec rontotta el a 11-est. Itt van még egyszer a 11-es. Erősebben lőtte el, mint legutóbb a Kövesd ellen. De ebben most ennyi volt. Polgár. Jancsó vissza. Az még jó lehet, főleg így rács helyzetben. Nagy védóriási bravúrral. Megint a semmiből. Nem lehet azt mondani, hogy abszolút kidolgozott helyzetek lennének, de láttunk most már egy nagyon komoly haladásból szerzési lehetőséget. Itt úgy tűnik, hogy meg lesz Korcsmárnak, de végül nem érte el. Rácz pedig jobb lábbal próbálta átemelni nagyot, ez nem sikerült. Mésző Géza. Szép játék, remili. Burmeister próbálkozott. Óriási mentés, aztán Berec indul meg. Bosnyák kifelé. Aztán azért be tudják adni. Burmeister pedig fejel! Most megszerzi a vezetést! A második fejese már bemegy. És azután, hogy visszatér az eltiltását, követően gólt szerez. Betalált a Diósgyőr ellen, az egy vesztes meccs volt, amikor legutóbb pályára lépett, és most is. Ez itt most egy nagyon okos fejes. Király Gábornak esélye nincsen. Berecet pedig nagyon lehet dicsérni. Úgy tűnt, hogy hosszan tolja meg, de nem pont jó volt akárcsak a beadás. Rácz. Ez pedig egy nagyszerű kiugratás. Bosnyák már fel is néz. Bosnyák elesik. Ez is 11-es. Itt van még egyszer. Megtolja a labdát. Ez is teljesen egyértelmű. Csereként állt be a szünetben Andó Szabó Sándor is rögtön egy 11-est kell ítélnie. 49. perc a mérkőzésen. És ez bent is van. Az előző mérkőzésén is betalált az NB1-ben Iszlai, aztán eltiltás miatt a múlt héten nem játszhatott. Most viszont újra. És megint csak gólt szerez. Megnézhetjük majd talán több szögből is. Legutóbb, majdnem egy éve, még 2016. júliusában rúgott 11-est. Jön a beadás, és a fejes! Vida. Gál nem tud kilépni, ez viszont jó Remininek. Kulcsár helyzetben, Kulcsár tovább, és nincs bent. Ezt már Kulcsárnak be kellett volna rúgnia.
itt van még egyszer, ez óriási zicser, Kulcser lepasszolja, addig viszont hátraérnek. Vaskó vissza. Az jó lehet, főleg így, gól! Vezet a Vassal, sok helyzete volt az elmúlt időszakban, és ezt ki is használta. Az előzőnél még bosszankorod Gál. Most viszont nagyon-nagyon magabiztosan közelről betette a léc alá. És értető módon ő nem örül kiugróan ennek a gólnak. Halmosi, laposan, jó passz, óriási nagy védés, Jancsó lőtt. 88. perc, jön a szabadrugás, csúsztatás is, és sikerül bekotorni. 2-2. És azért van olyan, amikor egy elvben kényszerű helyzet nagyon-nagyon jó szül, hiszen Simmer csak azért állt be, mert sérülés miatt Jagodics nem tudta folytatni. Itt van még egyszer. Iszlai csúsztatja meg, és már fekszik Simmer, amikor még valahogy bele tud rúgni egyet a labdába.